Öt országból érkeztek vendégek a hétvégén megtartott első Herceg-Kuti Pincefesztiválra. A sváb hagyományokra és a finom borra épülő rendezvényre több mint 3000 vendég volt kíváncsi. Hatalmas forgalom volt, a pince és a pince tulajdonosok, a boros gazdák szinte kivétel nélkül meglepődtek, hogy mekkora forgalmat bonyolítottak le. Büszkék arra, hogy tudták az első alkalommal megrendezett pincefesztivál alkalmával a boraikat ingyen kínálni, és azáltal is megmutatva azt, hogy mi Herceg-Kuti bortermelőink is tudunk olyan minőségi borokat készíteni, mint bárki mások a hegy alján. A pincefesztiválra már egy éve készült a Gomboshegy és a Kőporos pince soron lévő pince tulajdonosok csoportja az önkormányzattal összefogva. A gazdák szívvel lélekkel készültek, csinosították pincéket, a legjobb boraikat kóstoltatták az ide érkező vendégeknek, és úgy gondolom, hogy az magáért beszél, hogy a pincék hajnalba zártak be. A szervezők szerint a vártnál jobban zajlott a pincefesztivál. Maguk is meglepődtek, hogy milyen sokan voltak kíváncsiak a sváb hagyományokra és a világörökségi helyszínen elfogyasztható finom borokra. A vendégek 29 nyitott pincét kereshettek fel. Ez egy jó példája volt annak, és igazán köszönet a bátrak irányába, akik közel 30-an, 29-en hajlandóak voltak kinyitni velünk együtt a pincéjüket, bemutatni, és egy kicsit közelebb engedni magunkhoz. Az ünnepi hétvége részeként a tavaly elkészült feltámadás kápolnánál tartottak misét, amelyen Szent István előtt is tisztelegtek. A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk.